Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai műsorát látják. Kulturális magazinunk jelentkezik a mai napon, benne a Szent Anna templom hangversenyét hallgathatják meg. Az Arcképek Szentesről című sorozatban pedig dr. Széchenyiné Csergő Judit mutatkozik be. A hétvégén nyílik az Attila örökösei kiállítása a Kósta József Múzeumban, ebből láthatnak előzetest. Janószegi Eszter az Abigail című darabban játszott, vele beszélgetünk majd a magazin végén. Előtte napi aktuál című rovatunkban arról a társadalmi párbeszédről számolunk be, melyet a Tóth József Színház és Vigadó kapcsán rendeztek, és egy közelgő egészségnapra hívjuk fel a figyelmüket. A következő egy órában tartsanak velem, jó szórakozást kívánok mindenkinek! A kormánynak az a döntés, hogy a munkahelyeket és a családok életszínvonalát a járvány idei alatt is meg kell védeni. Ezért a hiteltörlesztési moratóriumot 6 hónappal meghosszabbítjuk. Mentesülnek hiteleik törlesztése alól a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak 2021. június 30-áig. Mentesülnek hiteleik törlesztése alól azok a vállalkozások is, amelyek bevétele több mint 25%-kal csökkent. Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Itthon az élmények nem érnek véget a nyárral. Folytasd a kalandozást ősszel is. Fedezd fel, mennyi csodát rejt még számodra ez a gyönyörű táj. Csak rajtad múlik, merre indulsz, de egyben biztos lehetsz. Bármerre jársz, új élmények várnak. Őszi ajánlatokért látogass el a csodásmagyarország.hu oldalra. Magyarország. A csodák forrása. A Szentes Televízió napi aktuál című rovata jelentkezik az elmúlt napok történéseivel. Ma összefoglalót láthatnak arról a társadalmi párbeszédről, melyet az épülő Tóth József Színház és Vigadó kapcsán tartottak. Egészségnapot szervez a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Többek között erről beszélt Faur Zoltán elnök. Nézzük a témákat részletesen. Társadalmi párbeszédre hívta a Szentesváros Önkormányzata a lakosságot, ahol többek között az épülő Tóth József Színház és Vigadóba is betekinthettek az érdeklődők. A működtetési elképzelések különböznek, azonban a kivitelezői számok nem. Közel 50 ezer cserép, 110 köbméter faanyag, 500 köbméter beton, 60 tonna acél. Eddig. Nagy érdeklődés övezte a színházbejárás előtti tájékoztatót, ahol részletes információhoz jutottak az érdeklődők többek között a felújítási munkák folyamatairól is. Ez az pont napokon belül készülne majd el, ez a színháznak a belső téri álmennyezete, ami megpróbálja hülyen lekövetni az eredeti szecessziós. Szeptember 22-én eljutottunk oda, hogy annyira halad előre a Tóth József Színház és Vigadó építése, hogy úgy gondoltuk, hogy most már egy társadalmasítást, egy társadalmi egyeztetést lehetne folytatni ebben az ügyben, amit egyébként megelőzött egy néhány napos lehetőség, melyben egy online kérdőíven kifejthették a helyi lakosok és azok a színházbarátok, akik akár Csongrád Csanád megyéből, vagy az ország más részéről érkeznének hozzánk, hogy ők hogyan képzelik el a Tóth József Színház működését, ők milyen darabokat szeretnének látni, mennyit áldoznának a színházra, illetve ugye az előadásokra természetesen, és milyen darabokat szeretnének látni, illetve például, hogy melyik napokon jönnének el. Ennek a kérdőívnek a hatására, ami ugye körülbelül a legutolsó tudomásom szerint legalább 300-an töltötték már ki. Ez is témája lesz a mai megbeszélésünknek, illetve mi is szeretnénk az érdeklődőknek bemutatni, majd egy tárlatvezetés mellett, hogy hol tartunk pontosan, milyen kihívások előtt állunk, és 2021-től milyen megoldásokkal, hogyan szeretnénk üzemeltetni majd a színházat. Én is elég sokszor láttam már
akár 2008 óta, vagy 2008 előtt is a Tóth József Színházat, a benne folyó tevékenységeket, azt a külsőt és belsőt, amit akkor tükrözött, majd láttam persze azokat az éveket is, amikor egy kordonnal volt körülőve, és csak egy igazán rossz állapotban lévő omladozó épületet lehetett kívül látni. Belül láttam utána a bontási munkák után, milyen állapotok maradtak a Tóth József Színházban, és együttal a Petőfi szálló komplexumban. Ahhoz képest, ha most bemegy az ember, és majd délután több csoporttal is meg fogjuk ezt látogatni, már egy nagyon profi kivitelezést lát, rengeteg megújult felületet, a régi erkélyek visszaépítését, és egyáltalán egy színházi millió kialakulását láthatja. Hát ezen az úton megyünk most már tovább, és ténylegesen hónapok kérdése az, hogy elkészüljön a színház, és birtokba tudjuk venni. A kudarcnak árva, tehát nincs anyja, de a sikernek utcalány az anyja. Mert mindenki úgy érzi, hogy közel van hozzá. Én kívánom, hogy legyen így. Hisz akkor, amikor az első gondolatokat elkezdtünk ragasgatni együtt, azzal a Fekete Péterrel, aki most egyébként színházügyi államtitkár, akkor Békés Csabai színház igazgatóként még, és Szabó János, akinek a színháznak a tervezője volt, aki ezt a színházat is most tervezte. Azok a történelmi épületek, amelyek szentes, ikonikus részei, azok gyakorlatilag valamilyen szinten a kultúrához kötődnek. És hát az életemnek is, a pályám is ehhez kötődik, hisz amikor az ember ezt 90-es években polgármesterként, de előtte tanácselnökként elkezdte, akkor azért olyan alkotások fémjelzik, mint a Hangversenyközpont, az első nagy közművelődési és ma is használt épülete, a zsinagógából könyvtár, az egykori Nemzeti Bankból gyermekkönyvtár, itt a Megyenházán Múzeum, kongresszusi központ, levéltár, akkor a református templom, azon kívül, hogy szakrális, alapvetően szakrális épület, azért hangversenyeknek is rengeteg közművelődésnek helyet ad. És hát minden szentesi azt gondolt, hogy na is a Petőfi és a színház. Szóval ez az a korona, amelyre az ember úgy 20 évet küzdött. Én nem felejtem azt a 7 esztendőt, amikor a Stern Sándorral karöltve bíróságról bíróságra járva megszereztük a tulajdont. Aztán magánvállalkozókkal próbáltuk létrehozni az egész felújítás, kiderült, hogy annyi pénz magánvállalkozó szinten sincsen. Megküzdöttük, megizzadtuk, és aztán 2014-ben, amikor a norvég alap megnyílt, akkor meg elkezdtük szépen darabokból felújítani. Talán az élet fintora, hogy ma is fideszes képviselők egy részük, akik akkor följelentettek. Én örülök neki, hogy most magukénak érzik, hogy De Gaulle-nak a mondása az, hogy a siker aznak utcalánya az anyja, de a kudarc az árva gyerek. Első körben elmondanám nagyon egyszerűen, hogy mit fogunk látni, hogyha most majd átmegyünk az épülő Tóth József Színházba. Körülbelül 30 ezer darab cserepet, 110 köbméter faanyagot, csak nem 65 tonna acélt, 580-600 köbméter betont, 2000 négyzetméter gipszkartont. Csak ezt, mintegy az elmúlt másfél év munkájával, némiképpen formában öntve, remélhetőleg úgy, hogy az majd mindenkinek tetszen. 2019. január 8-án kötöttük meg a szerződést, ugye nyilván még annak idején Szilvi Kimre polgármester úrral, és kezdtük el a Petőfi szálló munkálatait. A mi cégünknek igazából ez nyugodtan mondhatom, hogy a hasonló nagyságrendű feladatokat végeztünk már el Szentesen is, Szarvason is, Békés és Csongrád megyében, több hét is, de azért ez mindenképpen a legnagyobb eddigi műve. Nem is feltétlenül pénzügyi értelemben, hanem inkább a munka mennyisége, a munka különlegessége és a munka specialitása értelmében. A felújítás az sosem tud tökéletesen egzakt lenni. A felújítás egy meglévő régi és egy pláne egy 100 éves különleges épület felújítása sosem tud tökéletesen egzaktul előkészített lenni. Mindig vannak a bontandó szerkezetek, a falak, a tető mögött olyan nem várt meglepetések, amelyek aztán befolyásolják a kivitelezést mind idő, mind egyéb szempontból.
A tájékoztató után az érdeklődők megtekinthették a színház felújítási munkálatainak jelenlegi fázisait. Dr. Rébeli Szabó Tamás önkormányzati képviselő elmondta, nem értenek egyet több képviselő társával sem azokkal a tervekkel, melyel a színház működését terveznék. Azt szeretném mindenféleképpen elmondani azért, hogy amit a városvezetés a jelenlegi működésére kitalált, azt mi kevésnek találjuk. Leegyszerűsítve a városi elképzelés az, hogy a művelődési ház működését ültessük át ebbe a közel 3 milliárdos felújítású színházba. Mi ezzel nem értünk egyet, mi azt gondoljuk, hogy ehhez a épülethez nem elég egy ilyen program, ezt magasabb szintre kell emelni, és egy társulatot valamilyen szinten létre kell hozni, és ebben a kormányzat partner is egyébként, hiszen államtitkár úrnál járt fönt a város vezetése, és meghallgatták azt az elképzelést, ami segítene abban, hogy ez meg is valósulhasson. Egyébként muszáj a politikát belekavarni minden ilyen dologba sajnos a mai világban, hiszen előbb-utóbb mindenki ezt megtapasztalja, és ezért is mondom, tehát nem lehet azért azt elfelejteni, hogy ennek a közel 3 milliárd forintnakból majdnem 3 milliárd teljes egészében, tehát 90%-a azért európai, illetve kormányzati pénzekből, megyei közgyűlési pénzből érkezett, és ez a többször olyan nagyon emlegetett norvég pénz, ez 300 millió forint volt, és ennek egy jelentős részét vissza is kellett fizetni különböző programok kapcsán, tehát ez nem ajándékba jött, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a kormányzat jó szándékkal, támogatási oldalról bele kíván szállni, vagy segíteni kíván nekünk ebben a dologban, hogy egy igényesebb, megfelelőbb és minden igényt kielégítő színházunk lehessen, ne csak egy hakni épületünk, egy hakni színházzal úgymond, akkor ezt fogadjuk el, és próbáljuk meg ebbe az irányba is elmenni, és meghallgatni a másik oldalt is. Művelési központnak a programjának a jelentős részét kívánják ide behozni, tehát micimackó bérlet, és azt gondolom, ezt valaki meghallja, hogy ez egy 3 milliárdos felújítású színházba micimackó béletet tartunk hónapról hónapra, és ez az egyik fő kitörési pontunk, meg különböző kiállításokat próbálunk szervezni. Ez nem hinném, hogy a régiót meg fogja mozgatni. Kedves nézőink, folytatjuk aktuális témában. Stúdiónk vendége Faur Zoltán, a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Január végén beszélgettünk utoljára az önkormányzat terveiről, lehetőségeiről, illetve feladatairól. Több mint fél év telt el. Miről tud elnök úr beszámolni, mi történt az elmúlt hónapokban? Napot kívánok, üdvözlöm a Szentesi TV nézőit. Elég eseménydús volt ez az elmúlt 6 hónap, még akkor is, hogyha volt egy jó 3-3 és fél hónapos kiesésünk a COVID-19 járvány miatt. De talán kezdeném ott, hogy az utolsó találkozásunk után körülbelül egy-két héttel Szentesváros polgármestere jó voltából több mint 140 rászoruló családnak tudtunk tűzifát kiosztani, ami azt jelenti, hogy családonként 5 mázsa tűzifát osztottunk ki, és több mint 140 család élt ezzel a lehetőséggel. Ugye, ahol én lakom, lehet azt mondani a szegregátumban, ahol mindig egy visszatérő, sőt állandó probléma a kóborkutya kérdés. Együttműködési megállapodás kötöttünk a Herosz állatvédő menhelyel, és ők folyamatosan a kóborkutyákat, amiket el tudnak fogni, illetve azokat a kutyákat, amiket esetleg a családok odaadnak, mert elvadult, vagy már nem fér meg a családban, ők folyamatosan járnak ki, és folyamatosan gyűjtik össze ezeket a kutyákat. Március vége, ugye április eleje, beköszöntött a COVID vírus, ami ugye mindenkinek a helyzetét hát lehet mondani, hogy megkeserítette. Ekkor gondoltam egyet, és átfutott a fejemen, illetve a képviselő társaim fején, hogy hogyan, milyen formában tudnánk mi is kivenni a részünket a védekezésből. És mivel a
Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak akkor volt három közmunkása. Így azt gondoltam, hogy saját készítésű maszkokat csinálnánk, amiket szétosztanánk az ott élő, illetve környéken élő embereknek, természetesen ez bár független attól, hogy roma vagy nem roma az illető. Ehhez meg kellett kérnünk az engedélyt a munkaügyi központtól, mivel ugye ez eltért a mi szerződésünktől, amit vállaltunk szerződésben, hogy teljesítünk, meg is kaptuk rá, és hál' Istennek ennek nagyon gyorsan híre ment, hogy mi mit tervezünk, és Szentesváros önkormányzati dolgozója, egyik dolgozója, nem szerették nevesíteni, felajánlott nekünk egy varrógépet, amit ő már nem használt, és onnantól kezdve be is tudott indulni ez a maszk gyártás, és egyébként több mint 280 darab maszkot sikerült szétosztani. Ezt egyébként a közelgő helyzetre, második hullámra való tekintettel ezt tovább szeretnénk folytatni, ezt a maszk gyártást. Mint én amondó vagyok, hogyha amiben tudjuk, mi magunk is ki kell, hogy vegyük a részünket, és nem egyből segítségért folyamodni. Ugye volt ez a 3-4 hónapos kiesés, amikor nem lehetett rendezvényeket tartani, nem lehetett gyülekezni. És hát a legelső rendezvényünk az most tudott megvalósulni augusztus 29-én, és egyébként ebbe beletömörítettünk minden sportnapot, hagyományőrző, kulturális és családi nap lett belőle, mivel nem tudtuk, hogy még lesz-e esetleg másik rendezvényre lehetőségünk. Amikor itt jártam utoljára, akkor ejtettem néhány szót az oktatásról is, és sajnos a vírus miatt szintén nem tudott elindulni a szociális gondozók segítője tanfolyam, de akkor az már egy komplett kidolgozott terv volt, minden háttér biztosítva, és ezt most szeptemberben újra tudtuk indítani, ezt a folyamatot, és valószínű, hogy egy-két héten belül 26-28 fővel, de ez a fő még változhat, el tud indulni ez a képzés. Jelen pillanatban most ott tartunk, hogy október 3-ára a Semmelweis Egyetem 4 végzős hallgatójával közreműködve egy egészségnapot szűrővizsgálatokkal teli egészségnapot szeretnénk megvalósítani, és szeretném megragadni itt az alkalmat, hogy minden szentesi lakost, függetlenül attól, hogy roma, nem roma, szeretettel meg szeretnék hívni erre az egészségnapra. Nagyon hasznos és fontos mérések és eredmények születhetnek ezen a napon, illetve ha a látogatottság és az érdeklődés úgy kívánja, akkor nem csak október 3, hanem október 4-én is folytatjuk ezt a mérést. Hol lesz ennek a helyszíne? Ennek a helyszíne a Szentesi Nádas házban, a Dankó Pista utca 31 szám alatt lesz. Igazából nekünk a legtöbb programunk, ugye, mert ez ott van a szegregátum centrumában, epicentrumában, nekünk a legtöbb programunk ott tud megvalósulni és eredményesen megvalósulni, és hál' Istennek mindig segítséget kapunk a Szentesváros vezetőségétől, illetve művelődési központtól is ennek érdekében. Legutóbb is említést tett a Nádas házról, ugye, mint egy, ahogyan ön fogalmazott, közösségi színtér, ahol a közösségi események megvalósulnak. Korábban is volt téma a Nádas ház működtetése, illetve állapota. Mit tudunk most elmondani ennek az állapotáról? Jelen pillanatban még mindig a művelődési központ fennhatósága alá tartozik, de történtek már beszélgetések, még egyeztetések nem, amik arról szóltak, hogy esetleg a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fennhatósága alá kerülne, mint működtető szerv. Igazából, hogyha ennek az anyagi hátterét meg tudjuk valósítani, akkor nem zárkózunk el előle, mert akkor, amikor ez a ház tényleg valóban a közösségi érdekeket szolgálná, mint művelődési ház vagy közösségi ház, sokkal több lehetőséget tudnánk mi is megvalósítani, akár pályázatokon keresztül is.
A járványhelyzet első hullámát érintette ön, illetve a jelenlegi terveket. Ugye szeptemberben elindultak az óvodák, az iskolák. Hogyan indult be ebben a közösségben, és mennyire tudott folytatódni ott az élet, ahol abban maradt? Hát én úgy gondolom, hogy a szülők is legalább annyira várták már, mint a gyerekek, hogy újra tudjanak iskolába vagy óvodába járni. Egyébként egy kicsit visszakanyarodva, az első hullámban nem történt konkrét megkeresés, hogy esetleg nem felém, a kisebbségi önkormányzat felé, hogy esetleg nem tudják az online oktatást megoldani, vagy nincsen eszközük arra, hogy ezt meg tudják oldani. Hát azt tudom mondani, hogy ugyanazokat a lépéseket, amit eddig is csináltunk, azokat most is szeretnénk megvalósítani, és hogyha esetleg hozzánk fordul valaki segítségért, akár eszköz, vagy bármilyen segítségért, akkor mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy az a gyerek ne essen ki éppen az iskola, tehát az oktatásból, ne maradjon le a többiektől. Az óvodai kérdés az már ugye egy másik téma, de én úgy tudom, hogy már megkezdődtek a szigorítások óvodákban és iskolákban is, szóval egyelőre nem lehet tudni, hogy ez hogyan fog alakulni. Azt tudom mondani, hogy mi minden segítséget, aki hozzánk fordul, minden segítséget meg fogunk adni nekik. Egy más típusú témával folytatjuk, hiszen Csongrád-Csanád megye önkormányzata egy projektrendezvényt tartott az elmúlt héten Szentesváros önkormányzatánál, ahol a felzárkóztatás mint téma, mint projekt jelent meg, ön is részt vett, és nyilván nem csak az önkormányzat munkájáról számolt be, hanem tervekről, lehetőségekről. Maga, mint felzárkóztatás egy érdekes téma, ön hogy látja, felzárkóztatásra van szükség? Úgy gondolom, hogy mindig kell az a lehetőség, hogy valahova fejlődjön az ember. És nyilvánvaló, hogy ehhez külső segítségeket kell használni, amihez mi kevesek vagyunk, oda már egyértelmű olyan szervek kellnek, mint mondjuk az önkormányzat, vagy például a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal. Én megmondom az igazat, és szeretnék ebben egy kicsit őszinte lenni, hogy lehet, hogy ez egy kicsit negatívum, de akkor nem tud megvalósulni az igazi felzárkóztatás, amikor a konkrét pályázatok kidolgozásában, tehát a konkrét tervekbe nem vonják bele az önkormányzati vezetőket, hanem kidolgoznak egy kész tervet, egy programot, és ahhoz szeretnék, hogy mi társként vagy együttműködő partnerként hozzuk az embereket. Én azt gondolom, hogy a jövőre való tekintettel ez úgy tudna igazán sikeres lenni, hogy már a kidolgozás folyamatába is bevonnának minket. Mennyire lehet hatékony ez a program? Nyilván megyét nézünk, de mi elsősorban Szentesről beszélünk, illetve nyilván az önkormányzat munkájáról. Tehát helyben nyilván dolgozik egy csapat, hallottuk itt az egészségmegőrzés fontos, az oktatás fontos, mindig kiemeli és mindig elmondja, és ezek a törekvések látszanak megvalósulni, de helyben kvázi lokálisan lehet kezelni ezt, és helyben kell, vagy talán megye, ország, ön hogy látja ezekben a programokban való becsatlakozás, az mennyire hatékony az adott területen? Én úgy gondolom, hogy eleve a mi térségünk az nem egy olyan elmaradott térség, mondjuk, mint Borsod, vagy a hozzá hasonló települések. Itt más jellegű programokról kell beszélni, mint ezekben a térségekben. De ami szerintem a legfontosabb, az mindig az, hogy helyben kell elkezdeni, és a helyi adottságokhoz kell igazítani mindig ezeket a képzéseket is, lehet ez gazdasági, vagy szociális,
vagy bármilyen jellegű projekt vagy terv, akkor is mindig a helyi adottságokhoz kell igazítani, és úgy tud ez egy egész összeállni, hogyha egy megyén belül mindenki a saját városában, a saját élethelyén, ahol él, ott tudja ezeket a dolgokat megvalósítani, és az egyik másik utána szépen összeadódnak, és lehet még akár egyiknek követendő példa is, hogy hogyan, milyen formában lehet ezeket a felzárkóztató lépéseket megvalósítani. Ön hogy látja, mi lenne az első terület, amelyre ön, mint az önkormányzat elnöke, mindenféleképpen összpontosítana, vagy központosítana? Én nekem mindig az első gondolatom az az oktatás a gyermekek körében, de a felnőtt képzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel nyilvánvaló azért vannak a lemaradások, és azért kellenek a felzárkóztató programok, mert annó valamilyen téren, valamilyen formában a társadalomnak ez a rétege egy kicsit lemaradt, mint a többi, és nem biztos, hogy azért, mert le akart, hanem nem voltak meg azok a lehetőségei, mint a többieknek. És én azt gondolom, a felnőtt képzésnek is legalább ugyanakkora hangsúlya van, mint a gyermekek képzésének is. És én azt gondolom, hogy azért fontos a felnőtt képzés, mert hogy akkor, amikor be van szűkülve az ember, nincs meg esetleg még a 8 iskolája sem, vagy éppen csak a 8, mai világban már egyre nehezebb munkát találni, mert akinek már nincs meg a 8 sem, az meg még jobban nem tud munkát találni, és azért kellenek ezek a képzések, hogy kicsit táguljanak a lehetőségek. Ugye megvan a lehetőség, vagy a munka, és ez az irányvonal, mennyire nyitottak erre, mennyire fogadják el ezt? Úgy gondolom, hogy van egy olyan réteg, aki nagyon szeretné ezt, és látom is, és nagyon sok emberrel vagyok ugye kapcsolatban, napi kapcsolatban is, és ők szeretnének fejlődni, és szeretnének tanulni, szeretnének nyitni, szeretnék az életüket esetleg pozitívabb irányba terelni. És van a másik réteg, aki ugyanezt szeretné, csak az életkörülményei nem engedik meg, mert nem teheti meg azt, hogy elmegy tanulni, mikor el kell látni egy családot, és fenn kell tartani egy családot. Persze van egy olyan réteg is, aki már beletörődött a sorsába, és nem szeretne sem tanulni, sem fejlődni, mert kilátástalannak érzi a helyzetét. Összetett dolog ez, én azt gondolom, hogy nem lehet úgy nagyon lesarkítani. Mindenképp. És végezetül az utolsó negyed évhez érkeztünk 2020-ban. Mik az önkormányzat tervei, céljai a következő hónapokra? Ugye említettem már előbb az egészségnapunkat, és hát terveink vannak, de nyilvánvaló majd a második hullám, a járvány, egy veszélyhelyzet második hulláma, és a hozzá kapcsolódó korlátozó rendelkezések majd mit tesznek lehetővé, ez már egy kérdés. Mindenképpen szeretnénk a Mikulás napot, amit tavaly is megvalósítottunk, azt mindenképpen szeretnénk idén is megvalósítani. Karácsonyra is szeretnénk egy kis rendezvényt, illetve családoknak kedveskedni különböző adományokkal. Felvettem már több szervezettel a kapcsolatot, és azért tudok így beszélni, hogy talán még ígérni is, mert már többen is biztosítottak arról, hogy amennyiben lesz rá szükség, akkor ők biztosítani fognak kisebb-nagyobb adományokat azoknak a családoknak, akiknek szüksége lesz rá. És végezetül ugye az október 3-ai egészségnappal kezdtük, akkor fejezzük is be, hiszen az egészség megőrzés mellett ugye fontos feladat, említette, hogy mindenkit vár erre a szűrésre. Így van. Nagyon fontos megegyezni azt, hogy nekünk az egyik feladatunk, én úgy gondolom, hogy azokat a szakadékokat
amik esetleg vannak a társadalomban, mi azokat a szakadékokat egy picit próbáljuk árnyalni, vagy próbáljuk ezeket megszüntetni. És azért is van az, hogy a legtöbb rendezvényünkre mindenkit várunk, nem csak specifikusan a romákat. Azért van az, hogy amikor tehetem, akkor mindig ezt elmondom, mert nagyon sok emberben tévképzetek, tévhitek vannak, amiket szeretnénk, hogyha esetleg pozitívan tudna ez a dolog változni, és még egyszer mondom, hogy mindenkit szeretettel várunk, a többségi társadalom felől is, nem csak a romákat. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, innen folytatjuk legközelebb. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel napi aktuál című rovatunk véget ért, a reklámok után kulturális magazinunkkal folytatódik műsorunk. Pomárium Kft. Szebenkó Pálinka Ház. Pálinka bérfőzés még tavalyi áron. Telephelyünkön megtalálhatók a kiváló minőségű szilva, alma, birs, körte és cserszegi fűszeres szőlőpálinkáink. Friss, idei, édesalmából még tavalyi áron Almárium. 100% gyümölcs tartalom, kizárólag a friss gyümölcs levét tartalmazza. Hozzáadott cukor, tartósítószer, színezék, aroma nélkül. Megvásárolható telephelyünkön. Szuperpáros a Domján Optikában. Válasszon multifokális szemüveget nagyértékű ajándékkerettel vagy második pár ajándéklencsével. Szemüvegkeretek akár 50% kedvezménnyel. Akciónk november 30-áig tart. A részletekről érdeklődjön üzletünkben. Ne feledje, október a látás hónapja. Látásellenőrzések, szemüvegfelírás, kontaktlencse illesztés a hét mindennapján, bejelentkezés alapján. A belváros szívében, a Kossuth tér 4 szám alatt, exkluzív környezetben várja Önöket a Domján Optika szakértő csapata. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A Hunor Coop értékeli hűségét. Törzsvásárlóink részére a Coop Klub kártyával akár 25% kedvezményt is kaphat. Keresse az akciós címkével jelölt termékeket, és spóroljon nap mint nap. Csatlakozzon Ön is, igényeljen kártyát üzleteinkben, ahol kedves kiszolgálással, széles választékkal, friss csemege és pékáru kínálattal várjuk Önt is a hét mindennapján. Hunor Coop, a jó szomszéd! Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új Stihl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnya is imogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Már otthon internet és tévészolgáltatás is a Vodafone-tól. Az ország számos pontján, így a te lakóhelyeden is jelen vagyunk. Csatlakozz hozzánk te is! Várunk üzleteinkben és online. Ready? Vodafone. A járvány idején megmutattuk, hogy vészhelyzet esetén is el tudjuk látni az országot élelemmel. Fontos, hogy megtermeljük, amire szükségünk van.
Azért tartom nagyon fontosnak, hogy hazai terméket vásároljunk, mert így a vásárlásunkkal olyan hazai vállalkozásokat támogatunk, amelyek működése nagyban hozzájárul a hazai gazdaság fejlődéséhez. Jó, hogy erősítjük a hazai gyártást, így nem függünk annyira másoktól. A külföldről behozott áruk gyakran több ezer kilométert utaznak, így ha magyar terméket veszünk, a környezetet is védjük. Büszke vagyok, hogy az asztalunkra magyar termelők árui kerülnek. A járvány idején a magyarok összefogtak. Erre az összefogásra ezután is szükség lesz. Védd a magyar munkahelyeket, válaszd a hazait! A Szentes Televízió kulturális magazinját látják, e heti adásunk tartalomjegyzékéből. A hétvégi kiállításnyitó kapcsán sajtóbejárást tartottak a Kosta József Múzeumban. Dr. Széchenyi Nécsergő Judit volt a főszereplője az Együtt Szentesért Egyesület Arcképek Szentesről című sorozatának. A hétvégén pótolták a 14. Ars Sacra Fesztivál előadását a Szent Anna templomban, a koncert témája a Mindig vissza Bachhoz volt. A Szegedi Pince Színház vízi színpadán Salm Gizellát alakította Szabó Magda Abigail című darabjában Janó Szegi Eszter Luca. Ezekkel a témákkal várom Önöket. A hétvégén új kiállítás nyílik a Kosta József Múzeumban. Az Attila örökösei Szentes határában című bemutató kapcsán tartottak sajtóbejárást az intézményben. A szeptember 26-án szombaton induló kiállítás a Hunoktól az Árpádházig alcímet viseli. Ahol beértetek, ott a jurta, a jurtán keresztül lehet majd megközelíteni a kiállítást, utána következik majd egy ilyen sámán tér, ahol sámán bábúval fogjuk várni a látogatókat, és akkor nyilak fogják padlómatricával jelezni a kiállításnak az útvonalát. Itt a folyosón lesznek először az első képek, kronológiával kezdődik, illetve a Szentes környéki Hun, Gepida, Avar, illetve a honfoglaló lelőhelyeknek a térképei lesznek majd ide feltéve, illetve egy-két emblematikusabb tárgy szintén matricaként ezekre a helyekre. Itt ruharekonstrukciókat lehet már látni, ezek germán öltözetek, férfi, illetve nő. Lesz még több. Itt erre haladunk tovább, itt is majd még rekonstrukciók lesznek. És ami már így jobban készen van, az ez a tér, ugye itt még a szövegeink, illetve a képanyag még hiányzik. Ebben a teremben lesz bemutatva a Szentes környéki Hun, Gepida, Avar és honfoglaló leleteknek az egy része. Itt kölcsönzött tárgyak is szerepelnek, a Csongrádi Tari László Múzeumból, illetve a Móra Ferenc Múzeumból is lesznek majd kiállítva tárgyak. Szintén rekonstrukciókkal be lehet jönni az egyik jurtába. Ez itt a Hun, illetve a Gepida leleteket tartalmazó két jurtánk a Babenheim típusú sisakkal. Ez is a mi látványtárunkból kiemelt egyik tárgy. És hogyha megyünk tovább, akkor itt szintén ruharekonstrukciókat lehet látni. Ez lesz az Avar jurta. Itt kerámiákkal találkozhatunk, nyilván ide is még hiányoznak a szövegek.
Itt pedig a honfoglaló jurta. Így szintén kiállított tárgyakkal, illetve ez a Szentes Derekegyházi oldalnak a síranyaga, ami szintén így ki lesz szállítva. És hogyha megyünk tovább ebből a teremből, akkor még itt szintén készülő félben van. Itt lesz a Magyar Természettudományi Múzeumnak, illetve a Magyarságkutató Intézetnek a közös vándor kiállítása. Ez ebben a térben fog szerepelni, hát ma jönnek még felépíteni, hogy ebből nem sok minden látható. Itt koponyák lesznek, illetve arcrekonstrukciók elhelyezve ebben a térben. És hogyha megyünk innen tovább, akkor itt épül még folyamatban a kiállítás. Itt a gepida, az avar és a honfoglaló korszaknak a tárgyai jelennek majd meg fekvő viszínekben. Illetve az Ókusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparktól kölcsönöztünk Boldog Zoltánnak rajzait. Azok is ezen a falon lesznek majd valószínűleg, illetve Dömös Anikónak a kazak szőnyegeit, szintén kazak motívummal díszített lemez szőnyegei is majd valahogy a falakon kerülnek bemutatásra. És ha jövünk tovább, itt videófelvételek lesznek majd szintén a hun, avar, gepida, illetve a honfoglaló korszakról három kurátora fog beszélni a kiállításnak. Dr. Türk Attila, Dr. Kispé Attila és Lőrinci Gábornak a videói lesznek majd itt kivetítve. És ez a megtalálta Attila sírját rész. Itt ennek a lényege igazából majd valójában a szöveg lesz, hogy honnan is származott ez a hármas koporsóba való eltemetés, illetve ez az Attila a legenda, illetve Drahos Istvánnak a Attila temetése című képe is itt lesz felállítva. A kiállítás szombaton 6 órakor nyitjuk meg, és várjuk a látogatókat 6-tól este 9 óráig. Az 1998-ban alakult Együtt Szentesért Egyesület szervezésében megrendezett Arcképek Szentesről című sorozat keretében került megrendezésre dr. Széchenyiné Csergő Judit előadása. A nyugalmazott kórházi labor vezetőasszisztenst, múzeumi alapítót, állatvédőt, volt munkatársai, barátai köszöntötték 80. születésnapja alkalmából. A rendezvénynek a Városi Könyvtár adott otthont. Ezzel a dallal köszöntötték a 80. születésnapi alkalmából dr. Széchenyiné Csergő Juditot. A filmvetítéssel egybekötött előadáson az ünnepelt lelkesen mesélt az elmúlt évtizedek eseményeiről. Arról a különleges, egyszeri alkalomról, hogy ebben az évben vagyok 80 éves, és hát szinte egész életemet itt Szentesen éltem le. 43 évet a kórházban, a laboratóriumban dolgoztam, utána pedig a Kossztay József Múzeumban voltam 7 évig, tárlatvezető, ilyen leltárs, mindenféle adminisztratív munkát végeztem.
Az Együtt Szentesér Egyesületnek van egy ilyen sorozata, az Arcképek Szentesről, és ennek a sorozatnak a keretében szereplek én is ezen a napon. Úgyhogy most tulajdonképpen az életutat fogjuk bemutatni egészen a kicsi gyermekkortól a mostani napokig, a nyugdíjas évekig, és az életemben, ami ilyen mindenféle munkálkodásba és alapítványok és gyűjtemények létrehozásában vettem részt, illetve csináltam, és ennek a bemutatása lesz most ezen az estén. Az elmúlt évtizedek munkáira szívesen emlékszik vissza, nem tagadta, sok kihívás volt az életében. Mint alapító tag, 98-ban alakult az Együtt Szentesér Egyesület. Én mindig társelnök voltam, Zsipos főorvos úr volt az elnök, és hát azóta cserélődött az elnök, de én mai napig társelnök voltam. Szerintem szép utat futottunk be eddig. Nagyon sok minden programmal vettünk részt Szentes kulturális életében, és én remélem, hogy ezt tovább is tudjuk így vinni. Az Együtt Szentesérnek volt képviselője, mégpedig dr. Sipos Ferenc és Bácskainé Mártika, sőt, bizottságokba is vettünk részt, sőt, még alpolgármesterünket is adtunk az önkormányzatnak. Volt olyan, hogy bemutattuk a mezőgazdaságot, volt olyan, hogy a kurcával kapcsolatos, és még a kurca kotrása előtt csináltunk egy ilyen szimpóziumot, ez nagyon régen volt, és ott tárgyalták meg a különböző szakemberek, hogy hogyan is legyen a kurca rendbetéve, és hát a mai napig is nagyon szépen tényleg a meder is, és a két oldala is nagyon szépen lett megcsinálva. A másik a Koszta József hazahozatala, amiről szintén szó lesz, a Koszta József földi maradványainak a hazahozatala, ami két évbe telt, de végül is sikerült végakaratának megfelelően ide a Szentesi temetőbe elhelyezni. Én úgy gondolom, hogy itt mindenki az én jó barátom, és hát külön-külön szeretném köszönteni azokat a barátaimat, akik én nekem segítenek nagyon sokat mostanában, mikor már nem vagyok olyan helyzetben, amit nem tudok elintézni. Itt vannak ők is. Külön köszöntöm a labor dolgozóit, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert több évtizedet együtt dolgoztunk. Egy jó csapat volt mindig, és hát mindig volt baj, öröm a családban is, meg a laborban is. Az ünnepi előadásra több laboros kollégája is elkísérte. A laboros kollégáim itt vannak 17-en, úgyhogy ez az egyik legnagyobb büszkeség. Sok évtizedet dolgoztunk együtt, és hát nagyon szeretem őket, a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy ez erre én nagyon büszke vagyok tényleg, hogy a kollégáim ennyi évtized után is megtisztelnek az itt létükkel. Rendhagyó családom ilyen. Én 61 éves korában születtem apukámnak. Hát ez is egy rendkívül ritkaság. Az apukám és anyukám között 22 év kor különbség volt. Na most tessék elképzelni, úgy nézett ki, mint hogyha lánya lett volna. Hál' Istennek szép családom lett. Egy fiam, egy lányom van. Ezeknek a gyerekei, három fiú unokám, és most született az évelején két dédunokám, úgyhogy nagyon szép családot mondhatok, és ez az egyik legnagyobb örömöm természetesen. A jövőre vonatkozóan csak az egészséget emelte ki, mint legfőbb célkitűzést. Én most azért úgy vagyok, hogy az egészséget valamennyire megőrizni, pláne ebben nagyon zűrzavaros és bizonytalan időben, úgyhogy ezek a célok, és ami gondolatok vannak, vagy ötletek, azt a kolléganőkkel, a egyesülettel hát meg tudjuk valósítani.
A 14. Ars Sacra Fesztivál sorozatba tervezett koncert a tavasz folyamán elmaradt a koronavírus járvány miatt. A Mindig vissza Bachhoz gondolat során Nagy János orgona művész, Andor Csilla énekes és Takács Gabriella fuvola művész, Bach és Liszt műveiből adtak koncertet az érdeklődő nézők számára. A műsor narrátora és műsorvezetője Kocsis Györgyi zenetanár volt. Szentenap templomban ma este egy koncert lesz. Mondjuk el a nézőknek, hogy miről szól ez a koncert, és miért jött ez létre. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Tulajdonképpen az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezzük ezt a hangversenyt. Ez 14. alkalommal rendezzük. Hát ez Pesten indult ez a sorozat, és hát mi igyekeztünk az elején bekapcsolódni, még a református templomot, kiállítást is rendeztünk, de általában hangversennyel szoktunk bekapcsolódni ebbe a rendezménybe. Evangélikusoknál is voltunk már kórus hangversennyel, orga hangversennyel. Most itt a Szent Anna templomban orgona és két kolléganőmmel, Andor Csilla énekművésszel és Takács Gabriella fuvola művésszel fogunk együtt játszani. Miket fogunk hallani? Igazából azt a címet adtuk ennek a mi hangversenyünknek, hogy Mindig vissza Bachhoz. Az azt jelenti, hogy kezdem egy Johann Sebastian Bach prelúdom és fúgával, és akkor utána én játszom Lisztet, illetve két frankot, de közben mindig Bach zenék fognak szólni, tehát először Takács Gabriellával egy fuvola szonátát játszunk két tételt, majd utána pedig Andor Csillával és Takács Gabriellával együtt a Menyegzői kantátából egy-egy áriát. Mennyire megszokott az, hogy az orgona mellett ilyen egyéni hangszerek is részt vesznek? Hát igazából ez úgy gondolom, hogy nagyon gyakori, sőt, szabad azt mondom, hogy én szeretem is, ha van, mert esetleg az orgonát megunják, ha végig csak én játszom, de így, ha mellette énekes van, pláne fuvolista, tehát így egy nagyon változatos műsort tudunk előadni. Hangolások azok hogy sikerülnek? Gondolom az orgonának annak állandó hangja van, vagy az orgonán. Igen, igen. Tehát itt nem szokott, ezen az orgonán nincs probléma, de általában a református templomban sincs probléma. Mennyire egyszerű kísérni a szólókat? Igazából nagyon, nagyon jó kísérni őket. Most én olyanra gondoltam, hogy itt van a lehetőség, ne talán valami improvizációra, vagy valami hirtelen ötletre. Ja nem, itt azért le van írva minden, és azt kell játszani, ami a kottában van. Mire számítatok így a mai nap folyamán? Hát én meg a hallgatókat illetően, hát azt sose lehet tudni, utána fogjuk tudni megmondani. De azért mindig azt tapasztaltuk, hogy egy 50-től 80-ig hallgatóig mindig szokott lenni, és ennek mi így örülünk. Igen, hát ugye ez a koronavírus, ez nem nagyon hiányzott a művészeknek, nem nagyon hiányzott a kulturális rendezvényeknek, hogy sikerült ezt az időszakot átvészelni, illetve most újabb lépcsők jönnek. Hát igen, szóval azért hallom, hogy van, aki fél és azt mondja, hogy hát ő most nem jön el. De hát azért reméljük, látok azért idősebbeket, akik már itt vannak, úgyhogy nagyon reménykedünk. Sajnos úgy tavasszal az egész Bach mindenkinek fesztivál programját el kellett hagynunk, ami pedig egy egész hetes volt, tehát abban nagyon sok minden lett volna, az egész elmaradt. Van törzsközönség? Én azt hiszem, hogy van, igen. Igen.
Kedves nézőink, egy különleges helyszínen vagyunk, itt még nem beszélgettünk, a Megyeháza udvarában vagyunk, ahol a szabadtéri színpad előadásai zajlanak, és egy kis színész palántával, Janószegi Eszterrel beszélgetünk itt, aki a Valahol Európában című musical után most egy újabb nagyszabású produkcióban, az Abigailben szerepelt Szegeden, mégpedig a Pince Színház előadásában. Eszter, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon büszkék vagyunk már is rád. Köszönöm. Egy pár szóban légy szíves, mit kell tudni erről az Abigail című produkcióról, és hol zajlott? Az Abigail című produkció az tulajdonképpen a Szegedi Pince Színház előadása a Szegedi Vízi Színházban. Ez a Szegedi Vízi Színház, ez egy 8x6 méteres színpad a rakparton. És itt játszódik ez az egész előadás. Ez az egész történet. Igen. Erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan kerültél bele ebbe a produkcióba ismételten. Ugye annak idején a beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogy a Valahol Európában játszottál. Igen. Mi történt utána veled? Akkor még ugye a Deák Ferenc Általános Iskola diákja voltál. Így van. Hát tulajdonképpen a Valahol Európában után borzasztóan sok dolog történt. Felvételiztem a Horváth Mihály Gimnáziumba, és fel is vettek az irodalmi média drámatagozatra. Most már egyébként ott tanulok. És a nyáron lenyelvvizsgáztam, középfokú nyelvvizsgát tettem, színháztáborokban voltam, és nyilván a karantén alatt pedig próbáltam magamat fejleszteni, gyakorolni, továbbra is fenntartani a teljesítményemet. És hát én nagyon magammal versengtem a karantén alatt tulajdonképpen. Mindig a legjobb akartam lenni. Ez egy jó tulajdonság. Igen. Egyáltalán hogyan kerültél az Abigail című darab közelébe? Hogyan tudtál meg például arról dolgot, hogy van szereplőválogatás? Most már, én már második alkalommal vettem részt a rendező Janik László színháztáborában, és ő küldte el a táborozóknak ezt a felhívást, hogy van lehetőség az Abigail című prózai színdarabba bekerülni, és egyébként ezt a felhívást meg lehetett találni bárhol máshol is, tehát meg lehetett találni a Szegedi Pince Színház honlapján, és ő a táborában jelezte nekem, hogy nagyon szeretné, hogyha jelentkeznék, és így beküldtem egy jelentkező videót, ez alapján, hiszen ez még ugye jóval a, tehát ez még a járványidőszak közepén volt, és ezért nem lehetett ugye személyesen találkozni, ezért videót kellett beküldeni, és ez alapján, a jelentkező videó alapján behívtak a személyes élő fordulóra, ahol szintén megfeleltem, és így kerültem be az Abigailbe. Akkor jött a következő kérdés, hogy milyen szerepet fogsz kapni? Igen, tulajdonképpen itt már Janik László rendező úr nagyon a karaktereket próbálta megkeresni bennünk, és bennem egy ilyen okoska, nagyon tudását fitoktató lány talált meg, ami egyébként tényleg igaz, és ő volt Sam Gizella. Hogyan kezdődtek meg a próbák? Ugye egy nehéz időszak után vagyunk, most próbál helyreállni az élet, bár ki tudja, hogy meddig, ugye? Hogyan indultak meg a próbák, egyáltalán össze lehetett-e jönni, próbálni? Így van, hát ezek a próbák augusztus 10-től zajlottak. Először csak délutáni próbák, utána már a délelőtti és délutáni próbák is, tehát az intenzív próbaidőszak is bejött az életünkbe. Hát próbáltuk nagyon, tehát próbáltuk tartani a távolságokat, próbáltunk a járványügyi előírások alapján létrehozni egy alkotást, viszont azért a színház az nagyon igényli a személyes kontaktust, tehát nyilván itt nehezebb volt ebben a helyzetben, de megoldottuk. Mit kell tudni egy ilyen darab felkészülési időszakáról? Tehát egyáltalán te mikor találkoztál az Abigail-lel? Hát én már 9 éves, tehát én 9 éves koromban néztem meg először az Abigail ilyen 4 részes sorozatát. Nem voltál egy kicsit fiatal hozzá? Hiszen ez középiskolás lányok története. Nem gondolom, hogy fiatal voltam hozzá, éppen azért, mivel minden évben újra néztem, és ezért mindig valami újat fedeztem fel benne. Mindig valami új dolgot adott nekem ez a történet. Elkezdődtek a próbák, hogyan zajlottak?
A próbák során először ismerkedtünk a szöveggel, nyilván kaptunk egy szövegkönyvet, amit Posgai Zsolt írt, ő a darab szerzője, és miután elsajátítottuk a szöveget, utána elkezdtük kidolgozni a jeleneteket, és mivel a darabban díszletkezelők nem vettek részt, ezért a díszletet is mi rendeztük be, tehát minden jelenet előtt ágyakkal volt megoldva az összes jelenet, tehát ágyakat tologattunk ide-oda a színpadon, és ezek jelentettek mindig egy más helyszínt, egy igazgatói irodát, egy tantermet, egy hálót, egy betegszobát. Különleges helyszín, hiszen vízi színpad, mennyire volt más itt játszani? Abszolút más volt, szóval teljesen más helyzet volt, mint a Szegedi Nemzeti Színház színpadán, hiszen itt hullámzott víz, mentek az autók, a rakpart nem volt lezárva az előadások alatt sem, mert ez nem volt megoldható, viszont próbáltuk kihozni ebből a helyzetből a legjobbat. De az ember sokszor arra is kellett, hogy figyeljen, hogy egyenesen meg tudjon állni a lábán. Igen. Nem, hogy a szövegre figyelni és játszani közben. Hogyan sikerült a bemutató? Három alkalommal játszottátok el, ha jól itt tudom? Van. Szeptember 11-én, szeptember 12-én és 13-án 7 órától játszottunk minden nap. És hát nagyon jól sikerült a bemutató és az összes előadást. Beleadtunk apait, anyait, és a nézők visszajelzéseiből ítélve nagyon szerették ezt a darabot, és szeretik is, és reméljük, hogy lesz még lehetőségünk előadni. Milyen korosztály volt az előadáson egyébként? Hogyha így kinéztél esetleg, akkor láttad, hogy idősebbek, fiatalabbak, vegyesen? Vegyesen, nagyon vegyesen voltak, egészen kicsi gyerekek, voltak középiskolások, általános iskolások és idős korosztály is, tehát abszolút vegyes volt az összetétel. Egyébként jó lenne, hogyha még többször színpadra lehetne Igen. állítani, mert Igen. szerintem a középiskolák körében ez nagyon népszerű Igen. lehetne. A kritikusok mit mondtak a darabról egyébként? Hallottál-e valamit? Igen, több cikk is kijött az Abigailről, több cikket készítettek, és jó vélemények születtek róla, aminek nyilván nagyon örültünk. Fotók és videók is megtalálhatók egyébként az interneten erről a darabról, egy kis ízelítőm az egészből, aki esetleg nem tudta megnézni. És hát igen, nagyon jó véleménnyel voltak róla. Te is jól érezted magad, főleg azért, mert esetleg voltak ismerősök is, akikkel mondjuk a Valahol Európában című darab után tudtál találkozni? Így van. Nyilván akikkel együtt egy színpadon játszottunk korábban, közülük sokan megnézték a darabot, és játszottam is egyébként az Abigailben olyan gyerekekkel, akik a Valaholban szintén velem játszottak, illetve egymással játszottunk. Egyébként a főszereplő is a Valahol Európában van, és statisztaként már részt vett. És mondtad, hogy itt a gimnáziumban is van egy olyan osztálytársad, aki szegedi és szintén játszott a darabban. Így van, ő játszott a Bánki Annát a darabban, és hát igazából az összes szereplő, az összes diáklány és nyilván a felnőtt színészek is nagyon ügyesen kidolgozták a szerepüket, és nagyon jól oldották meg a karakterek megformálását. Mindeközben már ugye elkezdődött a Horváth Mihály gimnáziumban a tanulási időszak, a tanév, a 2020-21-es tanév, amelyen te még nem voltál minden napot. Így van, én nagyon keveset jártam ebben a két hét intenzív próbaidőszakban iskolába, de próbáltam mindent pótolni, és szerencsére nagyon talpra esett osztálytársaim vannak, tehát amit tudtak, azt átküldték és segítettek. Szóval így azért sokkal könnyebb szerintem. Azért egy nehéz időszakon vagyunk túl, mint ahogy jeleztem. Te is láttad, tapasztalhattad, hogy minden leállt, igaz? Igen. Ebben a karantén időszakban, és bizony a színházban dolgozók elég kétségbe esetten vették tudomásul, hogy az ő munkájuk ebben a szakaszban, ebben a pillanatban nem kell igazából. Hogyan éreztette ez alatt magad, vagy hogyan gondoltál magára a színészi pályára, hiszen ezt szeretnél lenni? Igen, hát úgy gondolom, hogy ez a járványhelyzet, ez borzasztóan nehéz volt, nem csak a színészeknek, hanem minden más embernek. Viszont ugye a színészek ebből a szempontból
duplán rossz helyzetben voltak, hiszen nem is állhattak a színpadon, nem is csinálhatták azt, amit szeretnek, és emellett még a megélhetésük is veszélybe került. Így én végig nagyon-nagyon szurkoltam nekik, és nagyon és próbáltam nekik erőt adni, és próbáltam segíteni az ő munkájukat. Azért neked egy nagyon pozitív élmény volt igazából ez, mert hogy megkaptál egy olyan szerepet, amire nem is gondoltad lehet, hogy egyszer majd eljön az életedbe, és eljátszhatod ezt. Igen, hát nagyon-nagyon örültem, és egy ilyen katartikus élményem volt ezzel kapcsolatban, hogy bekerültem az Abigailbe, és hát tényleg mind a családnak nagyon köszönhetem azt, hogy ők ebben támogatnak, és hiszen anyukámék hordanak Szegedre is vissza a Szentesre, őnekik is ez egy nyilván egy megterelő és nehéz időszak volt, de mind a ketten fogadcsikorgatva, de végigvittük, és nyilván óriási örömben volt részük, ha ezt mondhatom, hiszen ott láttak engem, ahol én szeretek lenni. Így van. Hogyan tovább, Eszter? Hát most már megpróbálok többet iskolába járni, megpróbálok bepótolni mindent, és hát részt venni. Nem csak a siker van, ugye, hanem van. Amit sokan nem látnak pluszban az, hogy ez többletmunkával is jár. Így van. Viszont nagyon örülök, hogy itt tanulhatok a Horváth Mihály Gimnáziumban, és hát várom a folytatást, és nagyon remélem, hogy beszélgethetünk még itt további darabokról és olyan színdarabokról, amiben én is részt veszek. Nagyon szépen köszönjük, Eszter, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves nézőink, kulturális magazinunk a Paletta ezzel véget ért. Legközelebb egy hét múlva szerdán várom hasonló témájú összeállításokkal önöket. Holnap 17 órától már közéleti magazinunkat láthatják. Remélem, akkor is velünk tartanak. Mindenkinek nagyon szép napot, szép estét kívánok, köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra!